gazdája, nem tudom. De végül is a kutyáért a gazdája felelős. Tudom, mint a gazdája szart volna oda. Itt is tiszta kutya szar, minden próbált kikerülni. Ó, csúszik. Ügyes vagy. Amikor én csúszósan gurúszlak, akkor hirtelen nem szabad főleg elsővel nem fékezni. Mert könnyű pofára esni. Ja. Nem fázol? Erre felé lejt, erre könnyebb. Erre felé lejtezik. Itt az új út, nem is láttad még. Ki van szélesítve. Meg van járdája is. Nem, csak ez itt van, ez a kanyar. Ez a kanyar van megcsinálva. Nagy hangja van ezekre a ragyáknak. Hát ez. Kétszer olyan széles az út, meg van járdája. És itt már nincs ilyen fölmenet, hát most van, de nem tudsz rajta fölmenni, én sem tudok most. Tiszta takonysár. Összenem vagy megkerüljük az egészet, ahol az ember fordult föl, vagy ott a babakocsinál átmegyünk a kis csapaton. Nem itt a babakocsinál. Nem lehet fölmenni. Nekem mindegy. Szerintem több idő, mint hogyha ott át szemmelek, hogy nem ilyen. Te tudod. Hazafelé meg mehetünk arra is, mert erre nem sokat nyerünk. Itt át tudunk menni, mondom, a garázsok között, vagy itt. Hát mész? Nem, akkor mész tovább egyenesen, és ott a kanyar. De végülis nem sok, három garázs még. Jön egy autó, menj át az útra, oda be, látsz a járdán, és akkor be tudsz valahogy fordulni. Azt hiszem, de ez nem biztos, hogy én még sose jöttem erre, hogy szerintem van, csak menjél, és akkor fordul vissza. Itt. A járdáló kerékpárút lesz. Ráadásul kizárólagos kerékpárút. Jaj, már tudom, mit nem hoztam. És hogy milyen lesz? Na mi van? Küld neki!